túl sokat van itt lent. Bánná, ha magammal vinném a rendelőbe? De akkor egyik emberről a másikra terjed. Biztos, hogy kivinné a városi emberek közé? Nem lett beteg. Ahogy mi se. Az biztos, hogy sok könyve van. A könyvek nagyon fontosak. Nincs bennük semmi hasznos. Ez egyáltalán nem igaz. Az intravénás terápia ötletét ebben a könyvben találtam. Anyám különben is arra tanított, hogy a jó könyvek olyan helyekre visznek el, ahová sose jutsz el. Kínába, Afrikába, Franciaországba. Azt mondta, maga is árva volt, mint én. És azt is mondtam neked, hogy szerencsére anyám örökbe fogadott. De valójában nem ő az anyja. De igen, ő. Te alakítod a családodat. Miss Clarence a családod része, ahogy Annie az enyémé. Lehetek a családja része? Megvan az összes felszerelés? Meg kéne kezdenünk az összeszerelést. Igen, valóban. Kösz, Cyrus, nagyon hálás vagyok. Jól van, figyeljenek! Szeretném, ha mind megértenék, hogy látom a gondokat. Nem hinném, polgármester, az életünkről van szó. És ha az árvák kiseprőzése nem állítja meg a kort, azután is terjedhet, hogy elzavarják a kicsiket. És ártatlan gyerekek haláláért felelnénk. Jól van, a lényeg a következő. Dr. Simpson egy új kezelésen dolgozik, csak időre van szüksége, hogy végrehajtsa. Sokan vannak, akik szerint az az idő már régen lejárt. Így van, igaz. Jól van, akkor szavazzunk róla. Akik arra szavaznak, hogy adjunk a doktornőnek egy hetet, hogy véghez vigye a tervét, támogassák. Akik meg végleg bezárnák az árvaházat, azok ne. Ki van mellette? Mi! Ki ellenzi? Mi! Jól van, több az igen. Dr. Simpson egy hete van, hogy lássunk valami javulást az árvákon. És ha lejár az idő, újra szavazunk. A gyűlést addig berekeztem. Köszönöm. Menjenek haza. Hogy halad? Kiderült, hogy nem vagyok feltaláló. Hadd nézzem, mire jutott. Megtölti a palackot folyadékkal, ami lassan átcsepeg a tömlőn, de nem tudom kitalálni, hogy tudnék elég szűk nyílást hagyni. Jó, de még ha csatlakoztatta is a tömlőt, hogy fogja bejutatni a folyadékot? Erre nem is gondoltam. Támadt egy ötletem. Megteszi. Még kicsit forró. Egy perc, amíg lehűl. Ezt hogy csinálta? Nos, meg kell hagyni, értek kihívások, de ez nehéz volt. Látja? Most már elég rápattintani az üveg szájára, és újra lehet tölteni. És én okosnak hittem magam. Hozzá se kellett volna kezdenem. Továbbá úgy vélem, hogy így kell a palackot tartania. Délután megpróbálok összehozni valamit. Ez kedves magától. Tudja, maga az egyetlen, aki nem árvaként beszél róluk. Szerintem csak maga áll az ő oldalukon. Nem, ez nem igaz. Itt van maga is, nem? Amúgy mindenki harcol valamiért. Nem biztos, hogy ezt mindenki tudja. Nem, csak akkor jöttünk rá, amikor megérkezett. Bocsásson meg, mennem kell. Csak hozza le a többi tartozékot, és én
Holnapra összerakom ennek. Ha szüksége van segítségre, tudok valakit. Önt? Lilient. Neki társaság kéne, magának meg a segítsége. Persze. Majd beugrom az árvaházba, és elhozom délután. Ó, imádni fogja. Belinda elég okos, nem igaz? De mennyire? Én nem találtam volna ki ilyesmit. Én igen. Tudja, ha lenne egy okos könyvem. Azt mondja, okos vagyok. Igaza lehet. Na jó, essünk neki a következő részletnek. Csak hozok vizet. Jól dolgozom. Belinda szerint csak bennem lehet bízni. Szóval csak mutassa meg, merre van a vödör, és majd elintézem. Majd elintézed? Biztos menni fog? Persze, biztos. Jól van, itt a vödör. Az emberek mind... Olyan kicsi a vödör. 3 nyomás elég, hogy megteljen. Nem kell segíteni. Magam is boldogulok, köszönöm. Az árvaházból jöttél? Igen. A nevem Lilian. Tényleg? Mit keresel idekin? Vizet viszek Mr. Owensnek. Még sok munkát kell elvégeznünk. Belindának. Valóban? Dr. Simpson ide engedett? Igen, az ő ötlete. Miért? Hello, Ray! Minden rendben? Igen, Mr. Owens. A haja szála se görbült a gyereknek, Lee. De nem kéne itt lennie. Meg ne lássalak, hogy ártassz a kicsiknek, vagy a doktornőnek, vagy megbánod. Gyere, Lille. Folytassuk a munkát. Biztos meg akarod érinteni azt a férget? Megfertőzhet téged? Az Istenért! Ő csak egy gyere... Jutott eszembe, hogy elfogyott a tojás, és anélkül holnap nem lesz reggeli. Akkor ugorjunk be a vegyesboltba. Majd én elintézem. Menj és nézd meg, mire jutott Lia szerkezetünkkel. Aztán itt találkozunk. Jó napot! Lilian... Nagyon jól érezte magát önnel ma délután. Én is örültem a társaságnak. Folyton erről beszél. És mindig magát méltatja. Sajnálom, hogy hirtelen távoztam. Tudom, hogy férnél volt, ha ezt akarja mondani. Sajnálom a férjét. Kezdem azt hinni, hogy Annie-nek fel kéne adnia egy hirdetést, úgy gyorsabban terjeszthetné. Csak azért mondta el, mert maga sose tenni. Kedvelem magát. Én csak... Nem állok készen. Semmi baj. Én nagyon türelmes vagyok. És magára érdemes várni. De... Nem szeretném, ha azért futna el, mert megrémült. Egyszer elbuktam. Nekem nem lesz bajom. Azt nem tudhatja. Látja, itt is mi van. Gondolja, hogy Carl valaha gondolt erre? Nem gondolhat mindig arra, mennyi bajunk lehet. Némi örömnek is szorítson helyet. Különben mi értelme? Igaz? Nos, ha mégis készen áll, tudja, hol talál. Viszlát, Mr. Owens. Minél hamarabb. Leveled jött.
Hazamegyünk? Nagyon fogsz hiányozni. Drága Belinda, sajnálattal hallom, hogy nehézségeid vannak. Kénytelen vagyok aggódni a biztonságodért. De bízom Istenben, és hiszek benne, hogy téged azért küldött oda, hogy segíts az embereknek. Mind félünk és kételkedünk, mind elmerengünk rajta, miért róttak ránk ilyen nehéz sorsot. De a szíved mélyén tudod, hogy az Úr csak annyi terhet rak ránk, amennyit elbírunk, még ha néha nem is így látszik. Ha elfog a félelem, az ima segít át a nehéz időkön, és biztosít róla, hogy minden okkal történik. Sokat gondolunk rád, Belinda. Vigyázz magadra, és alig várom, hogy válaszolj. Sok szeretettel, mama. Ez fájni fog? Nem annyira. Jobban lesznek tőle, azt hiszem. Bár láttad volna, Katie, Bill Dobbs székére rágót ragasztottak, ő meg megpróbálta lekaparni. Miss Clarence annyi majonészt öntött rá, hogy olyan lett, mint egy rohadt csaláta. Katie, hallasz engem? Katie, mintha rosszabbul lenne. Sose volt túl egészséges gyerek, már előtte se. Talán ezért is jöttek ki olyan jó Lilian-nel. Olyanok, mint két kis számkivetett. Ismerem az érzést. Meglátszik. Szerintem ezért lett olyan... olyan vonzó példakép a számára. Nem a legjobb példa, főleg egy 10 évesnek. Maga erős asszony, doktornő, és jó a szíve. Én pont ilyennek képzelnék egy jó példát. Ha nehéz időket él át, attól nem lesz rossz ember. Meg kell keresnünk, kivé lettünk. A legjobb időkben mindenki egyre gyarapszik. De amikor eljön a legrosszabb idő, kiderül, mi van bennünk. Csak azért mondja, amit Annie mesélt. Ó, Belinda, nem. Látom a veszteséget. És a gyászt mindenben, amit mond és csinál. Én itt dolgoztam az árvaházban az elmúlt 20 évben. Látom a jeleket. Istenem. Tudom, hogy Annie beszélt a férjemről. Drew-nak tuberkulózisa volt. Gyötrelmes volt, és hosszú. És nem segíthettem. Mikor meghalt, a főnővér a szanatóriumban odavitt a holttestéhez, és azt mondta, hogy ez az Úr akarata. És én azt gondoltam, hogy tehet az Úristen engem orvossá, ha hiába a sok tanulás.
nem tudom megmenteni a férjemet. A saját férjemet. Lemondtam róla, hogy egyszer megértsem, hogy az úr mit akar. Rég lemondtam róla. Lehet, hogy nem is kell megértenünk. Akkor egyszerűen csak higgyek benne, hogy minden úgy alakul, ahogy kéne. Hát azt hiszem, erről van szó. Különben túl sok időt töltünk, aggódva, és így lemaradunk minden jó dologról, és azokról, akik fontosak lehettek volna. Köszönöm. Szívesen. Kösz. Biztos boldogulsz nélkülem? Kénytelen leszek rá. Köszönöm mindenért, Annie. Nélküled nem ment volna. Én is így gondolom. Bár ne kéne búcsút mondanunk. Ez nem búcsú. Kansasban leszek, mielőtt hiányoznék. Szabadon foglak. Ajánlom. Menjünk. Szia! Szia! Yeah! Nos, sajnálom, hogy elmegy. Én is. De ideje tovább lépnie. Igen. Nem baj, ha én viszem el az esti gyűlésre. Mondtam már, hogy maga nagyon eltökélt. Számtalanszor. Azt hiszem, érdemes eltökéltnek lenni. Megtisztelne. Annie alig ment el, már hiányzik, de tudtam, hogy nem maradhat örökké. Az élet kedve szerint változik, és sokszor a legváratlanabb módon. Megismerkedtem egy Lee nevű nagyszerű férfival. Még nem tudom, hogy túl tudok-e lendülni Drún, vagy hogy akarok-e egyáltalán. De hosszú ideje nem éreztem ilyen könnyűnek a szívemet. Köszönöm, hogy mindenben támogattok, és tudatom, hogy hiányzol, ahogy papa, Medi és Jacob is. Csók, Belinda. Doktornő! Kérem, jöjjön be gyorsan! John miatt! Nem ébredt fel, mikor ma reggel bejöttem hozzá. Viselted. Kérem, Miss Clarence, segítsen neki! Majd elmúlik szívem. Mikor történt ez? Valamikor az éjszaka során. Ez nem igazság! Ez nem igazság! Majd túl leszel rajta. Lillian, annyira sajnálom. A sajnálat nem hozza vissza! Ó, Miss Clarence, maga jól van? Jól van, jól van, rendben. Jöjjön. Semmi baj. Jöttem, ahogy tudtam.
Kudarcot vallok. Az emberek haldokolnak, és nem tudom megérteni, és nem tudok rájönni miért. Ez nem kudarc. Mindent elkövetett, kitalálta, hogyan pótolhatná az elveszett folyadékot. Bőven adott nekik vizet. Napok óta nem ettek, nem csak a víz hiányzott. Ez az, a vizet pótoltam, de a tápanyagokat nem. A kölyköknek tehintejet adnak, ha elpusztul az anyjuk. De ez nem ugyanaz, nem? Nem, mert a tehintejben nincs annyi tápanyag. A megoldás a víz, cukor, só keveréke. És bevált? A halálozási arány a felére csökkent. Végig ezt kellett volna csinálni. Elmegyek a vegyesboltba sóért meg cukorért. Aztán rohanok az árvaház konyhájába. Jól van. Ennyi elég kell, hogy legyen. Doktornő. Kérem, halassz el a városi nagygyűlés. Csak egy-két nappal. Szerintem megvan a megoldás, de több idő kell. Az az igazság, hogy nincs szükségünk semmilyen gyűlésre. Tessék? Újabb négy ember betegedett meg. És meghalt John meg az árva. A tanács úgy vélekedett, hogy túl veszélyes összeterelni ilyen nagy tömegben az embereket. Ez nagyszerű ötlet, uram. Adja meg az újabb páciensek nevét, és estére mindenkihez ellátogatok. Az árvaházzal kell kezdenem. Arra se lesz szüksége. Holnap reggeltől fogva Sykestonnak nem lesz többé árvaháza. Mi? Komolyan mondja? Teljes mértékben. Elhoztam a kilakoltatási végzést. Elüldözni a beteg gyerekeket? Senki nem fogadná be őket, és mind meghalnának. Lee, mindent elkövettem. Nem védhetem őket tovább. Most már csak két napot kérek. Kérem, két napot. Lén és rajtam kívül más nem jár ki be az árvaházba, gyakorlatilag karanténba zárjuk. Megpróbálom. Még egyszer. De attól tartok már, nem tartom ellenőrzésem alatt a helyzetet. Biztos az arányokban? Azt hiszem, csak mindig több cukor legyen benne, mint só, és teljesen szét kell főnie, különben a kristályok megakadnak az intravénás tömbőben. Na jó, beszélnem kell Liliennel. Nem szívesen vonok bele egy kislány, de nélküle nem jutunk semmire. Kösz. Jól érzed magad, Lilien? Rosszul vagy? Nem. Még soha nem voltam beteg. Kétin kívül nincs barátom. Senkim sem maradt. Nem tudtam, Belinda doktornő, esküszöm. Nem akartam rosszat nekik. Mit akarsz ezzel? Azt mondta, attól lett beteg, hogy mindenki ugyanabból a bögréből ivott. Az én hibám. De nem tudtam. Nem ártottál nekik. De igen. Maga mondta. Nem kellett volna. Feldúlt voltam. Nem gondolkodtam. Nem úgy értettem, hogy bárkit bántottál, mert nem is igaz. Ha valaki hibás, az én vagyok. Olyan keményen dolgozott, Miss. Míg nem jött, senki se segített rajtunk. Megpróbálta. És Miss Clarence azt mondta, ez a maximum. Így van. És most nagy szüksége van ránk. És erősnek kell lennünk. Még ha nehezen is megy. Képes vagy rá? Magával együtt, igen. Rendben van. Gyere.
Tűz van! Tűz van! Jézusom! Hozzanak vizet! Megyek vízért! Tűz van! Máskor ne hagyja az árvákat a tűzzel játszani, még valaki megsérül! Ailey, elintézed! Jól van! Mi a fenét gondoltál, Ray? És ha meghal valaki? Na és? Néhányan meghalhatnak a közérdekében. Egyetért valaki azzal, amit művelt? Ne hagyjuk, hogy Ray megzavarja a fejünket! Jó, ha így akarják! Hagyják, hogy ezek tönkre tegyék a város, de én büszke vagyok a tettemre! Nincs mire büszkének lennie. Sheriff, zárja be ezt a szemetet, vigyel innen. Velem kell jönnie. Ne húzzon ujjat velem. Meglátják. Ki mit vesz úgy arat, hallják? Mind úgy arat. Hiheti bárki, hogy Isten épp ezt várja tőle. Ha mi eléggé akarunk hinni valamiben, feltehetően keressük a megerősítést, amit Ray Russell tett, annak semmi köze az Úrhoz. Tudom. Legalábbis régen tudtam. Egyszer dolgoztam egy asszonynál, akinek két gyereke halt meg, és elfordult Istentől. És nekem az jutott eszembe, hogy lehet, hogy nem tudja, hogy a hit átsegít a nehézségeken. És aztán, amikor Drew meghalt, vártam, hogy segítsen. Hetekig, éjjel és nappal. Vártam a jelet, hogy Isten figyel. De nem jött semmi. És aztán egy nap nem vártam többé. Csak azért, mert nem halljuk, amit akarunk, még nem biztos, hogy az Úr nem beszél. Próbálok fülelni. Csak nem értem, mit kéne meghallanom. Szóljon az Úrhoz, és aztán maradjon csöndben. Ő válaszolni fog. Jó éjszakát, Miss Istenem, tudom, hogy már hosszú ideje nem beszéltünk. És én próbáltam jót tenni a várossal. A gyerekekkel. És nem tudom, hogy még mi egyebet tehetnék. A gyerekeknek jár az egészség, a boldogság, a szeretet. Kérlek, legyen ez elég.
hogy túléljék. Szükségem lenne rád. Birkadatra lement a láza. Pompás Mrs. Pine, még nincs vége a veszélynek, még legalább 2 hétig folytatni kell a kezelést. Ha ön azt mondja... És amint képes vagy rá, egyél szilárd ételt. Hálásak vagyunk, doktornő. Jártam az összes páciensnél. Nem mindegyik reagált. A legrosszabbon pár nap múlva túl leszük. Remek. Akkor elviszem az oldatot a kicsiknek, a többit meg be a városba. Belinda! Látom, egérutat nyert. Igen, tudom. Ben kéne segíteni. De nagy lett a zsúfoltság. Nem kell egész nap Ben serénykedni. Miss Clarence szerint a kút már a régi elnök idején is elromlott. És ha megint rozsdás lenne, Mr. Owens megjavíthatja. Lillian, egy nő ugyanúgy meg tudja javítani, ahogy egy férfi. Persze. Ha van hozzá fogó. Van fogója? Nincs. Akkor szólok Mr. Owensnek a kútról. De ha most akar vizet húzni, a fák között van a régi kút. Megmutatom. Ott van, a mögött. Köszönöm. Lillian beszélt a kútról. Mindjárt megcsinálom, de innen sose húzzon vizet. Tudta, hogy így néz ki? Évek óta nem használja senki. Mióta felszerelték a szivattyúkat. Mióta dobják ide a szemetet? Nem tudom. A polgármester ki akarta takarítatni, de az emberek nem voltak rá kaphatóak. Már hosszú ideje ilyen. De nem tudom mióta. Köszönöm. Hová készül? Szólok a polgármesternek, hogy állítsa le a szivattyúkat. Miért? Azt akarja tőlem, hogy tegyem közhírré, hogy ne használjunk vizet. Igen. Vagy 2 percig forralják a vizet, mert a kút bajt okozhat. Tudom, hogy a kút bajt okozhat, de ezért vannak ott a szivattyúk. Csak hogy a víz ugyanonnan származik.
Az emberek hónapok óta dobálnak bele korhatágakat és rozsdás fémeket, és mindkettő a baktériumok melegágya, amik elterjednek a vízben, és vétlenül megfertőzzük az egész rendszert. Ezért lett sok farmer beteg. Látja, ez nem lehet csak a kút hatása. Az árváknál kezdődött, és erre terjedt. De a kút nem függ össze a szivattyúkkal. Dehogy nem. A felszín alatt az egész vízrendszer összefut. Akár egy tó. Csak 3 szivattyú van a városban, kb. Negyed mérföldnyi távolságban. Miután a kút megfertőződött, csak időkérdése volt, mikor terjedt tovább. Uram, ha az emberek ezt a vizet isszák, továbbra is betegek lesznek. De az árvákkal kezdődött a baj. Nem. Az árvaház alatti víz a bűnös. Ahogy Miss Clarence is mondta, hagytuk elrothadni, és megisszuk a levét. Sejtelmem sem volt a helyzetről, ezzel tisztába kell lenniük. Nem bűnbakot keresünk. Nem számít, hogy történt, fő, hogy többé ne történhessen meg. Addig maradok, amíg szükség lesz rá, szóval semmi értelme kipattanni az ágyából. Nem is tudom. Lilian, mit tesz önmagával? Olyan sokat volt magával, hogy elkezdett kötődni önhöz. Ez természetes. Ez egy árvaház. Csak a szénon át, ha évekre lefoglal. Pihenjen nyugodtan. Igaza van. Köszönöm. Tudod, ebben sose voltam jó. Mindig széthullik. Megtanítom. Jó lenne. Biztos vissza kell mennie, hogy a városban is segítsen. Úgy mondod, mintha mennék valahová. A rendelőm az utca végében van. Tudom, de csak akkor jöhetünk ki a kertből, mikor Miss Clarence elvisz minket a vegyesboltba, hogy édességet vegyünk a szülinapokra. De akkor benézhetsz hozzám. Igen. És elintézem, hogy segíthess nekem a rendelőben. Sose volt jobb asszisztensem. Nem kell ilyesmit mondani, hogy jobb kedvre derítsen. Egy gyerek úgyis csak láb alatt lenne. Lilian, te sose vagy láb alatt. Mindenki ezt hajtogatja, de nem komolyan. Ne gyötörje magát miatta. Igazán, jól érzem magam itt, egyedül. Van más lehetőség. Micsoda? Hozzám költözhetnél. Komolyan? Én mindent komolyan gondolok. De a tanulásra kell koncentrálnod. Fontosnak tartom az oktatást. Menni fog, ha segítesz. És ez nem átmeneti megállapodás lenne. Szeretném, ha a családom része lennél, és ha te is bevennél a tiédbe. Szeretlek, Belinda doktorné. Olyan jó lányod leszek, amilyet elképzeltél. Én is szeretlek, Lilian. Olyan furcsa, amikor anyám magához vett, átrendezte a szobámat. Majdnem pont ugyanígy. Jó, hogy külön szobát ad Liliannek. Kell neki személyes tér. Főleg, ha eddig nem tudta, mi az. Ez amúgy is csak átmeneti, amíg nem telik nagyobb házra. Ha itt tartunk. Szeretem, Belinda Simpson. Ez nem múlik el, bármeddig kelljen várnom. Lee. Tudom, mennyi oka van rá, hogy nemet mondjon. De el akarom venni. Én nagyon... Nem, ez mind új nekem. De jó apja akarok lenni Liliannek. És önnek jó férje. Lee. Magához megyek. És én is szeretem.
És te, Lee Owens, fogadod-e Belinda Simpson törvényes feleségedül, hogy szeresd, támogasd és segítsd életed végéig? Igen. És te, Belinda Simpson, fogadod-e Lee Owens-t törvényes férjedül, hogy szeresd, támogasd és segítsd életed végéig? Igen. Akkor az állam által rám ruházott hatalomnál fogva kijelentem, hogy férj és feleség vagytok. Most meg lehet csókolni. Ma levelet kaptunk. Kitől jött? A nagymamát küldte. Most már vannak nagymamáim. De mennyire? Beléptél a családok körébe. Van nagybácsi és unokaöcs, és két nagy, és mind a kettő oda van érted. Hogyan lehetne odaértem, Tyler nagymama? Mert én is oda vagyok. Mit írnak? Drága Belinda, bár ott lehettünk volna, amikor hozzámentél Léhez, és a család alig várja a látogatásodat, hogy üdvözölhessük az új fiunkat és unokánkat. Friss házasok. Tudom, hogy sok küzdelem áll még előttetek, és meg annyi csodás kaland. Ahogy a Biblia mondja, mindennek megvan a maga ideje, és mindennek megvan a maga oka a mennybolt alatt. Magyar hangok. Agócs Judit, Kéri Kitti, Varga Rókus, Szabó Gertród, Koncz István, Lénárt László, Pekár Adrien, Petridis Christos, Kelemen Kata, Barbinek Péter, Földi Teri. Magyar szöveg Szojka László, hangmérnök és vágó Hegyesi Ákos, gyártásvezető Molnár Magdolna, szinkronrendező Gál Erika. A szinkron az SPI International megbízásából a Laborfilm Szinkron Stúdióban készült. Produkciós vezető Legény Judit.